évtizedeken át a városért tevékenykedett, elhunyt Hanó Miklós alpolgármester. Hagyomány, érték, közösség, 8. alkalommal rendezték meg a Vármegye napot. Like a Csaba Gyöngyénél, ismét bulival indította a tanévet a diák önkormányzat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Vasárnap elhunyt Hanó Miklós, Békés Csaba alpolgármestere, egykori országgyűlési képviselő. Hanó Miklós 1957-ben született, kisgyermekként a Szlukadűlőn és Telegerendáson nevelkedett. Az élelmiszeripari szakközépiskola elvégzése után Szegeden tanult, ott szerzett húsipari üzemmérnöki diplomát. Az egykori Zöldértnél, majd jogutódjánál a Húskernél, később a Körös Food kereskedelmi Kft-nél dolgozott. 1998 és 2002 között a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt. 2010 és 2014 között ismét országgyűlési képviselővé választották, ekkor már a Fidesz tagjaként. 1998 és 2002 között, valamint 2006 óta Békés Csaba alpolgármestere volt. Februárban a behír.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy mindig a város fejlődéséért, szépüléséért tevékenykedett. Fontos volt számára, hogy az uniós és a hazai forrásokból olyan beruházások valósuljanak meg Csabán, amelyek révén élhetőbb lesz a város, illetve csökken az energiafogyasztás. Büszke volt arra is, hogy annak idején ő javasolta például a Csaba Park vagy a Békés Csabai Médiacentrum létrehozását. Mindig odafigyelt arra, hogy elérhető legyen a csabaiaknak. Sokan mentek oda hozzá a rendezvényeken, különböző eseményeken, sokan hívták fel telefonon, és tudták, hogy az ajtaja mindig nyitva áll. Úgy tervezte, hogy a 2024-es önkormányzati választáson már nem indul újra, hanem visszavonul. Hanó Miklós 66 éves volt. 8. alkalommal rendezték meg a Vármegye napot szombaton Békés Csabán. A hagyományos Szent István téri programok mellett a szervezők idén olyan újdonságokkal is készültek, mint a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza a Kossuth téren, amely Békés vármegyei ételekkel várta az érdeklődőket. A katonai hagyományőrzők felvonulásával indult a 8. Vármegye nap szombat reggel. Zalai Mihály, Békés Vármegye önkormányzatának elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a vármegyei értékek összekapcsolnak és igazi közösséggé formálnak bennünket. És szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ma itt vannak és kiállítanak és elhozták a portékáinkat, hogy bemutatják az értéktárukat, vagy bemutatják a nemzetiségi kultúrát. Köszönöm, hogy a partnereink voltak, és köszönöm, hogy segítettek ebben az összefogásban, mert ebben az összefogásban van az erőnk. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a rendezvény sokakban erősítheti meg azt a hitet, hogy van jövő Békés Vármegyében, utóbbi fejlődése pedig szoros összefüggésben van a vármegyeszékhely állapotával. Hogy Békés Csaba, a megyeszékhely sorsa jól alakult az elmúlt időben, jelenleg is jó állapotban vagyunk, aki egy évben egyszer jön ide a városunkba, az láthatja a fejlődést, láthatja a pozitív változást, láthatja az előrehaladást. Nagyon bízom abban, hogy ez a példa ragadós minden békésvármegyei település számára, és évről évre mindenki ugyanezt mondhatja el magáról. Békés Vármegye főispánja kiemelte, hogy az itt lakók nem a szerencsében bíznak, hanem a munkában hisznek, és annak eredményében. Dr. Takács Árpád megjegyezte, hogy ezen a napon szeretnék kifejezni azt, hogy ennek a vármegyének igenis van hite, akarata és jövőképe. Mi egy gyarapodó, fejlődő, erősödő Békés Vármegyében hiszünk, éppen ezért, akik itt vagyunk, egyetlen egy dolgunk van. Szembe kell mennünk a közhangulattal. Azzal a pesszimista közhangulattal, hogy nem kell itt maradni. Nem kell itt maradni, de érdemes. Mert minden lehetőség és feltétel adott az érvényesülésre, minden feltétel adott a boldog, kiegyensúlyozott, békés élethez. Herceg Tamás, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy a hagyományos programok mellett ezúttal egy különlegességgel is kedveskedett Békés vármegye önkormányzata a résztvevő települések számára. Talán megkeresték és megtalálták azokat a legrégebbi írásos emlékeket, relikviákat, amelyek emlékeztethetnek minket, Békés megyeieket arra, hogy a településeink mikor jöttek létre, hogyan alakultak, és ezeket a relikviákat oda fogják adni a mai napon a települések vezetőinek. A megnyitón felszólalt Kovács Tamás, Magyarország chicagói főkonzulja, valamint Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatója is. A nap további részében a nemzetiségi műsorok mellett közel 30 település mutatkozott be, és 80 kézműves kistermelő kínálta portékáját a Szent István téren. A különböző kiállításokon, bemutatókon és családi programokon túl az eseményen most is a gasztronómia játszotta a főszerepet. Idén újdonságként a Kossuth téren a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában Prohászka Béla mesterszakács Békés vármegyei alapanyagokból készült ételekkel készült a látogatók számára. A Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza, tehát már több éven keresztül tehát járja az országot, Békés megyében is, Békés Csabán is voltunk már vele. Itt ugye a gasztrobuszban mindig a helyi különlegességeket, helyi értékeket tehát mutatjuk be, és a mai alkalommal is ugyanerre került tehát sor. A délutáni program kiemelkedő eseményeként a Békés Csabai Jókai Színházban dr. Takács Árpád főispán és Zalai Mihály, a vármegye önkormányzatának elnöke, ünnepélyes keretek között adták át 75 békési település első írásos említését bemutató relikviáit. Az eseményen Sáfár Gyula, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés vármegyei levéltárának igazgatója, valamint Halmágyi Miklós történész levéltáros számolt be a kutatómunka érdekességeiről, valamint nehézségeiről. A Körös Makett Klub 29. alkalommal rendezte meg a nemzetközi makett kiállítást és versenyt Békés Csabán. A záró díjkiosztón 39 kategóriában hirdettek eredményt, az abszolút győztes a több mint másfél méter hosszú birodalmi csillagromboló lett. Az esemény kiemelt témája az arab-izraeli háború volt. Vasárnap délután tartották a 29. nemzetközi makett kiállítás és verseny ünnepélyes eredményhirdetését, amelyen sci-fi kategóriában Török András 1 méter 60 cm nagyságú birodalmi csillagromboló című alkotása nyerte el az első helyezést. Ez a makett kapta a kiállítás legszebb darabját jelentő Best of Show díjat is. Alapvetően ez egy kartonpapírból és mindenféle műanyag, bocsánat a kifejezését, vacakból készült. Tehát ebben fültisztító van, drót, szívószál, amit fölleltem. 10 évig úgy készült, hogy ebből 2 év állás volt, míg megtanultam festeni, meg fél év volt, míg megterveztem. Az idei makettversenyre 39 kategóriában mintegy 320 nevezés érkezett. Külföldről jöttek Szerbiából, Újvidékről, jöttek Erdélyből, Gyulafehérvárról és Szlovákiából, Kassa környékéről, és természetesen Magyarországról, hát körülbelül egy olyan 8 makett klubnak jöttek a versenyzői, makettezői, valamint olyanok, akik nem tagjai egyik klubnak sem, de környékbeliek, vagy esetleg Vásárhely, Szeged környékiek, és akkor ők elhozzák ilyenkor a makettjaikat. A nemzetközi makett kiállítás és verseny idei kiemelt témája az arab-izraeli háború volt, így elsősorban harci járműveket és eszközöket, repülőgépeket láthatott az, aki a hétvégén ellátogatott a Csaba Gyöngye Kulturális Központba. 12. alkalommal rendezte meg a Békés Csabai Diák Önkormányzat a Lézengő Ifjúság kulturális eseményét. A tanévindító rendezvényen újra együtt szórakozhattak a város diákjai, és a 31. Garabonciás Napok jelöltjei is bemutatkoztak. A Békés Csabai Színi Stúdió növendékei is felléptek a fesztiválon, ahol a helyi ifjúság mellett az őket segítő szervezetek is jelen voltak.
Tudunk beszélgetni a fiatalokkal, a diákönkormányzat segítő tanárokkal, a garastábokkal. Tehát lényegében itt információt adunk, veszünk, készülünk mi is a garabonciás napokra, a következő tanévre. Kapcsolatokat építünk, ápolunk, és tulajdonképpen igyekszünk mi is fölvenni azt a pezsgést, ami ezt a Békés Csabai diákságot jellemzi. Az eseményen a 31. garabonciás napok 7 diákpolgármester jelöltje elsőként mutatkozott be a nagy közönség előtt. Nagyon érdeklődve figyeltem a fiatalokat, és szinte elképedtem, hogy milyen ügyesen fogalmaznak, és nem csak általánosságban, hanem nagyon komoly olyan városi ügyekben hallatták most is már a hangjukat, ami érdekes és megvalósítható ötlet, ami eddig mondjuk nekem se jutott eszembe. A Békés Csabai középiskolák stábjai külön standokon várták a diákokat a Csaba Gyöngye Kulturális Központ melletti parkolóban. 9 iskola van kitelepülve, viszont közülük csak 7 indítanak jelölteket a garán. A többiek, a keri és a szlovák iskola, ők kitelepültek annak ellenére, hogy nem indulnak a garabonciáson, mert meg szerették volna mutatni, hogy ők is vannak, ők is képesek egy ilyenre. Az est folyamán több zenekar gondoskodott a fiatalok szórakozásáról. A fesztivál napján elindult a közösségi média platformjain az októberi garabonciás napok kampányidőszaka is. 4. alkalommal szervezett egyednapot a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör pénteken az Öregháznál. A rendezvényen ezúttal a szlovák gasztronómia és Pakuca József erőművész voltak a középpontban. Kellemes nyárvégi időjárás fogadta az Öregházhoz érkezőket pénteken, ahol megterített piros-fehér kockás asztalokkal és különféle frissítőkkel is készültek a szervezők. Az esemény vendége volt a sokak által ismert erőművész Pakuca József, akivel Ferenc Rezső és Mácsai Sándor beszélgetett. A magyar Herkulesként is ismert artista 31 évet töltött az Egyesült Államokban, majd Svájcban is szerepelt, ahonnan nemrég tért haza. Békésen születtem, de Csabán nőttem föl. Tehát a legtöbb időt Békésen töltöttem, utána meg a 22 országban vendégszerepeltem, több mint 1000 városban. USA-t egynek össze mind az 50 államában többször, ott 235 városban Herkules alakítottam az Amerika államba. Nagyon szép volt, nagyon jó volt, csak nagyon gyorsan eltelt. A Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke elmondta, immár negyedjére rendezték meg az egyednapi összejövetelt. Mácsai Sándor kiemelte, korábban megidézték Mátyás király korát, volt piaci forgatag, tavaly ősmagyar ételek is szerepeltek az étlapon, míg idén szlovák gasztronómiai ételkóstolóval várták az érdeklődőket. Minden rendezvényünknek az a célja, hogy felnőtt embereknek kulturált szórakozást tudjunk nyújtani. Ezt korábban ivó napján csináltuk, mégpedig május 19-én, de miután ez a Covid-járvány az állandóan májusban támadott, áttettük ezt egyet napjára, szeptember 1-ére. Ilyenkor csak az évnyitó zavar be egy picit, de ez azt hiszem, hogy nem veszi el senkinek a kedvét attól, hogy jókedvűen szórakozzon, egyen igyon táncoljon. A rendezvényen felléptek a takács nővérek, a mulatozás során pedig több mint 100 tombola tárgyat sorsoltak ki. Szarvas adott otthont a 47. országos halfőző versenynek szombaton. A színes programokkal, többek között gyerek horgászversennyel és játékos feladatokkal tarkított rendezvény legfőbb célja a hazai halfogyasztás népszerűsítése volt. Az ország minden részéből igazi halfőző mesterek jöttek azért, hogy incsiklandó ételeket tegyenek az asztalokra. Vajai vagy az aldonai halászléről, tehát abban csak 5 dolog kell igazából, a hal, a víz, a só, a hagyma és a paprika, ennyi. Nem teszünk bele semmilyen mellékanyagot, tehát ebből fog elkészülni. Lényege a jó minőségű paprika, a jó vörös hagyma, és hát természetesen a víz is, mert az sem mindegy, hogy milyen víz. Ha lehet, akkor lágyvíz legyen. De ők még bort is csináltak. Szarvasvárosa afrikai harcsa termelő nagyhatalomnak számít. A halfőző verseny egyik legfontosabb alapanyaga a közeli halastóból származott.
Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetője elmondta, az ilyen jellegű rendezvényekkel és a folyamatosan futó programokkal, például a halpéntekkel, igyekeznek a figyelmet hazánk legegészségesebb húsfiléjének fogyasztására irányítani. A Holták partján egy gyerek horgászversenyt tartunk, a Körösmaros Nemzeti Park egy ökológiai célzatú nevelést segítő kézműves foglalkozással és játékkal várja az itt résztvevőket, és itt van velünk a Halkolbász lovagrend is, akik pedig egy látványtöltéssel és kóstolókkal fogja várni a kilátogatókat. A legfiatalabbak horgásztudásukat is megmutathatták a szombati rendezvényen. Mi a cél? Az, hogy nyerjünk, de azon belül egy 5 méterű begumizott pizbottal, horgászok, csontival, ananászos etetőanyaggal, és nagyjából ennyi, de most csak a törpék jönnek. Farkas Sándor miniszterhelyettes hangsúlyozta, folyamatosan azért dolgoznak, hogy minél több egészséges halétel kerüljön az asztalokra. 10 év alatt mintegy 27%-kal emelkedett a magyar halfogyasztás, az egyfőre jutó halfogyasztás. Ma már eléri a 6,5 kilót, ez mondjuk európai tengeri országokhoz képest igen-igen szerény, de ahhoz képest, hogy honnan indultunk, ahhoz képest viszont nagyon komoly fejlődés, és ebben a itteni szakembereknek óriási szerepe van, és nem utolsó sorban a szakembereknek, hanem azoknak a programoknak, amelyekkel a halételeket, a haltenyésztést és ezt a kultúrát úgymond ismételten megerősítjük. A károsanyag kibocsátásmentes hazai halgazdálkodás fejlesztésére és a fogyasztást ösztönző programokra idén és jövőre is fordítanak állami forrásokat. Magabiztos győzelmet aratott az Optimum Solar Békési FKC együttese idegenben az újonc Rákosmente ellen a férfi kézilabda NB1B nyitófordulójában. A találkozó első 20 percében fej-fej mellett haladtak a csapatok. A világos kék szerelésben pályára lépő békésiek vezettek először 2 góllal a találkozón, de a szünetben minimális különbség volt az együttesek között. 30 perc játék után 14-13 volt az állás a vendégek javára. A térfélcsere után villámrajtot vett Padla József együttese, a 36. percben már 20-14-re meglépett ellenfelétől. Az előző másodosztályú szezont 5. helyen záró csapat a folytatásban tovább növelte a különbséget, az 52. percben már 30-20 volt az eredmény. A Békés Kepes János és Mezei Rihárd 9-9 találatának is köszönhetően végül 35-24-re diadalmaskodott. A gárda szombaton a Fejér Bál Veszprém U21-es csapata ellen játszik először hazai pályán az új bajnoki szezonban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!